Városunk a MÁV ZRT-vel és Döbrököz önkormányzatával is megállapodást kötött. Járhatóvá teszik a Szarvas-Nagypáltelep közötti vasúti töltés nyomvonalát. Számos felújításra lehet számítani a közeljövőben. A víztorony, járdák és parkolók, valamint a Kiskonda patak völgye és a Szálláséti tó is megszépül. Érdemes kimozdulni otthonról az elkövetkezendő hónapokban. Teljesen új programokkal jelentkezik a Tinódi ház. Köszöntöm a Dombó TV nézőit, Önök híradónkat látják Dombóvár legfrissebb híreivel. Horrorfilmbe írő jelmezekben futottak Halloween vérfagyasztó estéjén. Idén még többen vettek részt az eseményen, és ahogyan tavaly is, most is a félelemé és az ijesztgetésé volt a főszerep. Mindig lehet találni alkalmat egy kis mozgásra, bizonyítják ezt számos alkalommal a futóegerek. Boszorkány, kaszás, ijesztőegerek és még sok rémisztő alak futott és ijesztgetett Halloween vérfagyasztó estéjén. Október 31-én ugyanis ismét sor került a Halloween futásra. Most már lassan 2 éve hagyomány nálunk, hogy minden ünnepet és minden olyan éles alkalmat, akár óraállítást vagy egyéb más dolgot összefogunk egy kis valamilyen futással, tehát hozzá próbálunk találni minden alkalmat egy-egy futáshoz. A Halloween most már akkor másodszor rendezzük meg, tavaly évben nagyon nagy sikere volt, 88-an vettek részt a felhívásunkra, bízunk benne, hogy idén is eljönnek annyian, és most az előző évhez hasonlóan most már ugye fel volt adva a leckre, mert nagyon tetszett mindenkinek, nagyon sok érdekes ijesztés volt. Idén sikerült 100 embert megmozgatni ezzel a rendezvénnyel, mondta Kormos László a futás végén. Persze, ahogyan tavaly is, most is az ijesztgetésé volt a főszerep, ugyanis minden ponton valami hátborzongató dolog várta a sportolókat. Egy horrorfilm kellős közepén találhatták magukat az indulók, akik maguk is horrorfilmbe illő jelmezekbe bújva futottak. A futóegedek természetesen mi másnak, mint véregérnek öltöztek be. Egy-kettőt meg is kérdeztünk az eseményről. Tavaly megszerveztük már ezt a Halloween futást, ami nagyon-nagyon jól sikerült tavalyi évben is, és emiatt úgy döntöttünk, futóegerek, hogy újra szervezzük ezt az eseményt. Hát reméljük, hogy ugyanolyan fogadtatással lesz, mint ahogy tavaly, és bízunk benne, hogy egyre ötletesebb jelmezek születnek, és egyre többen csatlakoznak hozzánk futókhoz. De nem csak a futóegerek vettek részt az eseményen, hanem vidékről és Dombóváról is érkeztek páran. Elég sokan vannak, akik számomra is még ismeretlenek. Jöttek vidékről is hozzánk, ahogy láttam, Mágocsról is érkeztek. Dombováriak is vannak, elég sok gyerek lett most idén. Szerencsére, hát bízunk benne, hogy nem a tóban kötnek ki ilyettükben, de majd reméljük a szülők vigyáznak rájuk. Mivel sok gyerek indult, a 4 kilométeres távon, őket is szóra bírtuk. Hát nagyon jó volt, sok ijesztgetés volt, és szerintem nagyon-nagyon jó volt. Nekem nagyon tetszett. Volt egy hinta, amin egy lány hintázott, a horrorház, a kaszás, fűrész, szellemek. A Szálláséti tó szikláinál pedig Darth Vader a sötét nagyúr várta a sportolókat. Hát nagyon jó volt az egész, minden tetszett. Mi volt a kedvenc állomásotok? Hát a láncfűrészes rész. Na, neked mi tetszett? Mondd el. Amikor a szellemek mologtak. Akadt egy olyan résztvevő is, aki a gyerekek miatt vett részt a futáson, mivel egyedül semmiképpen sem engedhette el őket, így gondolta, ő is csatlakozik. Az egész nagyon jól meg volt szervezve, szerintem a legjobb a láncfűrészes volt, a lenti vendéglátás is nagyon jó volt, és az, hogy beértünk a célba. Kormos László elárulta, az már biztos, hogy jövőre is megrendezik a Halloween futást. De addig még bizony sok idő van, így készüljenek a közelgő Mikulás futásra. Na persze a horrorisztikus távot teljesítőket a sportesemény végén házi készítésű, Halloween-t idéző süteményekkel, üdítőkkel kínálták meg. Mivel Dombováron nagy népszerűségnek örvend a futás, így a Pannonia utcától egészen a Gunnarosig vezető kerékpárútra 500 méterenként egy távjelzés került felfestésre, így ezen a szakaszon is érdemes kipróbálni a futást. A városvezetés is felköszöntötte Juliska nénit születésnapja alkalmából. A szépkorú néni meghatódottan mesélt a Dombó TV-nek életéről. A szépkorúak táborába lépett Martinka Lajosné. A 90 éves Juliska nénit november 3-án a városvezetés, azaz személyesen Kis Béla alpolgármester is felköszöntötte. Nagyon meglepett engem, mert hát szoktam nézni a tévébe egyszer máskor. Hát mondom, te jó Isten, amikor mondja a Jutka, hát, hogy a város vezetése, mondom, hát csak nem, hát csak nem. Hát aztán, hát most elértem odáig, hogy most már főfogom, hogy a város vezetése
ilyen meglepetést okozott, hogy ebben megtisztelt engem, mert én arra sose gondoltam, hogy én megírem a 90 évet. Juliska néni szerint a munka a hosszú élet titka. A munka. Hát én 10 éves korom óta, már akkor mentem a mezőre dolgozni. 10 éves voltam, és a mai napig még teszegetem. Hozzátette, 15 évesen már a Lengyárban dolgozott, ami annak idején a mostani kórház helyén volt. Voltak tanfolyamok, elvittek engem is tanfolyamra. 3 hónapos tanfolyamot elvégeztem, és akkor ide a Lengyárhoz kineveztek üzemvezetőnek. Az idős néni a megélt háborús időkről is mesélt nekünk. 19 éves volt, amikor volt a háború, hát úgyhogy hát az is borzalmas volt, hát mit mondjak, mikor bejöttek az oroszok, akkor is hát féltünk, hát akkor aztán utána ugye hát mindig azt mondtuk, na jött akkor a kóny, na hát ide, 45. április 4-én lett vége itt Magyarországon a háborúnak, és akkor május 9-én meg a németeknél véget ért, akkor teljesen levárték. Hát azóta néztem filmeket is, hogy a Hitlernek az utolsó tevékenysége milyen volt, hát borzasztó volt, úgyhogy nagyon rossz időszakot fogtunk mi ki. De hát azt mondom, hogy nem is szeretek róla mesélni, meg nem is szeretik a gyerekek, hogy mesélek róla, de azt nem is lehet elhinni, amiben mi voltunk akkor, de hát azért, aki meghallgatott, annak elmeséltem. A legbüszkébb az életben a családjára, mondta nekünk. Ez a dolog az, ami a legnagyobb örömmel tölti el. Születésnapja alkalmából Kis Béla alpolgármester átadta Orbán Viktor miniszterelnök oklevelét és egy csokor virágot az önkormányzat nevében, melyet hatalmas meghatódottsággal vett át és köszönt meg Juliska néni. Amit a városvezetés megígér, az be is tartja. Ingyenes wifi hálózatot építenek ki az oktatási intézmények környékén. Ennek első üteme már el is készült. Most már könnyűszerrel lehet csatlakozni az internetre, a Tinódi ház és a belvárosi iskola előtt. A természetesen Dombóvár képviselőcsoport tagjai még a választások előtt kiadtak egy garancialevelet, melyben az állt, vállalják, hogy 5 év alatt a város oktatási intézményeitől 200 méteres hatósugarú körben kiépítik az ingyenes wifi hálózatot. Ígéretük bekövetkezni látszik. Ennek első lépéseként a belvárosi iskola előtt, illetve itt a művelődési ház előtt kezdte meg működését egy free wifi zóna. Ez persze a TAR Kft. Közreműködésével jöhetett létre. A közeljövőben felfestések fogják felhívni a figyelmet arra, hogy az említett 2 épület előtt az internetre gyorsan és egyszerűen lehet csatlakozni. Ez mind a városlakók és a Dombóvárra érkező vendégek kényelmét és gyors információ szerzését szolgálják. Erre bárki rá csatlakozhat. Annyi a megkötés, hogy egy bizonyos ide után a hálózat ki fogja zárni, mivel korlátozott ideig lehet csak használni, ez egy fél órát jelent, de egyébként bárki használja, tehát nem csak a dombóváriak, hanem bárki, aki ide áll a iskola vagy a művelődési ház elé. A felcsatlakozásra jelszó megadása nélkül és térítésmentesen van lehetőség, ezt akár okostelefonjáról, táblagépéről vagy adott esetben laptopjáról is bárki megtehet. Most pedig rövid híreink következnek. Takács Istvánné helytörténész és nyugalmazott gimnáziumi tanár köszöntő beszédével vette kezdetét a halottak napi megemlékezés november 1-én. Az ünnepélyes keretek között a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület által szervezett eseményt a Rákóczi utcai temető sírkertjében tartották, az ünnepi emlékezés alkalmával a katolikus és evangélikus egyházak képviselőinek gondolatait is hallhatták az egybegyűltek. Majd Császár Angela és Sipos Imre színművész verseket szavalt, az I. és Gyula gimnázium egyik tanulója, Kalocsa Lilla pedig alkalomhoz élő dalt énekelt el. A természetesen Dombóvár képviselői pedig virágokat helyeztek el a katonasíroknál. Másnap, november 2-án Dombóvár a település világháborús áldozatai előtt is tisztelget, a Városháza mellett a Szabadság utcai hősi emlékműnél tartalmú ünnepségen csendes koszorúzással és gyertyadúltással fejezték ki tiszteletüket. Ismét táncra perdültek nyugdíjasaink, ahogyan eddig is most is nagy népszerűségnek örvendenek a zenés táncos összejövetelek a Szépkorúak táborában. A hűvösebb időre való tekintettel már nem a Városháza udvara volt az esemény helyszíne, hanem október 30-án a Tinódi Ház pinceszínházában rophatták az idősek,
akik ezúttal is nagy számban képviseltették magukat, és ahol Tigelman Péter alpolgármester kedves szavakkal köszöntötte őket. Az biztos, hogy akik részt vettek a rendezvényen, egy jót mulathattak. A zenéről és a jó hangulatról a Récsei Dó gondoskodott, akikben ez alkalommal sem kellett csalódni. Az már persze bizonyos, hogy lesz folytatása a mulatozásnak. Színvonalas ünnepi műsorral készültek a belvárosi iskola növendékei az 1956-os mártírok napja alkalmából rendezett megemlékezésre. Az intézmény aulájában tartott ünnepségen az 56-os forradalom és szabadságharc november 4-i leveréséről és az áldozatairól emlékeztek meg és fejezték ki tiszteletüket Nagy Imre és mártír társai emléke előtt. Az eseményen az eredeti tervek szerint Potápi Árpád János országgyűlési képviselő, nemzetpolitikáért felelős államtitkár és egyben a dombovári Fidesz elnöke mondott volna köszöntőbeszédet, ám a rendezvény előtt néhány nappal kabinetvezetője írásban jelezte a képviselő úr távollétét. Mivel a Fidesz helyi szervezete nem jelezte, hogy elnökük távolléte miatt valaki más kíván megemlékező beszédet mondani, így sajnos Dombováron az idei 1956-os mártírok napja alkalmából szervezett megemlékezésen nem hangzott el ünnepi beszéd. Az eseményt követően mécseseket helyeztek el a megjelentek az 56-os emlékműnél, ezzel is tiszteletüket fejezve ki történelmünk áldozatai előtt. Ügyeskedhetnek a gimi diákjai a testnevelés órákon, ugyanis egy fából készített ügyességi pályának örülhetnek most a tanulók. A kivitelező a Dombovári Roma Nemzetiségi Önkormányzat volt. És ez még csak a kezdet. Egy ügyességi pálya van kialakulóban az I.S. Gyula gimnázium udvarán. De hogyan kerül képbe a Roma Önkormányzat? Két héttel ezelőtt a Szentgyéri igazgató úrral és a polgármester úrral volt egy közös megbeszélésünk. Tavaly évben több fa kivágásra került. Ez a fa ott maradt, és felvetődött egy olyan lehetőség, vagyis kérdés, hogy a gyerekeknek hogy tudnánk valamilyen örömöt szerezni. És így jött az ötlet, hogy egy pályát alakítsanak ki a kivágott fákból. Megpróbáltunk olyan sporteszközöket kialakítani, tehát csináltunk egy szögdelő részt, amit nagyon jól tudnak hasznosítani testnevelés órákon a gyerekek. Kettő darab fekvőtámaszpadot csináltunk, és egy futórönket alakítottunk ki. A gyerekek már javában használják is, mutatta ezt a testnevelés órájukon tett látogatásunk is. A tervek között van természetesen a pályának a további bővítése is. Ligorovics Zsolt azt is elárulta, hogy a megmaradt, fel nem használt fát majd igazságosan szétosztják a rászorulók között. Színvonalas programokkal készül a Tínódi Ház. Érdekes beszélgetések hírességekkel, valamint lenyűgöző koncertek és színházi előadások várják az érdeklődőket. Somlai Adrián, a Tínódi Ház ügyvezetője nyilatkozott stábunknak. Színes programok, jobbnál jobb előadások és talkshowok olyan hírességekkel, akik még nem álltak a Tínódi Ház színpadán. Teljesen megújult a programkínálatunk, mondta Somlai Adrián, a Tínódi Ház ügyvezetője. Az biztos, hogy minden korosztály megtalálja a maga számára legérdekesebb programot. Tényleg minden korosztálynak kínálunk programot, például említhetném ugye a Csecsemőszínházat, ez 3 éves kor alattiaknak ajánlott. Ez egy nagyon érdekes interaktív előadás, játék gyerekekkel, szülőkkel és a színészekkel, ez november 21-én lesz. A Pécsi Bóbita Bábszínház Kerekecske Gombocska című darabját láthatják a gyerkőcök a Pince Színházban. Emellett nagyon népszerűek a gyermekszínházi előadások is. Vannak az kicsiknek, tehát egészen az ódásoknak, kisiskolásoknak, de vannak az általános iskolásoknak, külön a felső tagozatosoknak, és vannak a középiskolásoknak szóló előadások is. De ugye hát itt megemlíthetem ugye a felnőtteknek szóló színházi előadásokat is. Ugye volt már a Női Furcsa pár október végén. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó előadást láthattak, akik eljöttek, nagyon szép számmal is jöttek el. Viszont készüljenek, mert november 20-án lesz a színház legkiemelkedőbb előadása, a Hitted volna című darab, melyben Hernári Judit és Kern András játsszák a főszerepet. A darabot egyébként Verebes István rendezte. Az a színházi előadás, amiért eddig el kellett menni akár Kaposvárra vagy Pécsre a dombóváriaknak, de most már egy ilyen színvonalas előadást itt a Dombóvári Művelődési Ház színpadán is meg lehet majd, vagy színpadra tudunk állítani, és meg lehet majd tekinteni. Számos új programmal is készülnek, tette hozzá. Ilyen a Feketén-Fehéren, ugye ebből már volt egy rész Karafiát Orsolyával a kávézónban. Azt gondolom, hogy nagyon nagy siker volt, tele volt a kávézó, Karafiát Orsolya is hozta a formáját, és Turci István ennek a műsornak a házigazdája, aki egy József Attila Prima Primissima díjas író, és lesz folytatása természetesen ennek a műsornak. Gerendás Péterrel folytatjuk december
közepén. Ennek a műsornak, tehát ennek a Feketén-Fehérennek egy nagyobb testvére is érkezik, december 11-én a színházteremben lesz, Malek Andrea lesz a vendég, ehhez már gyártjuk a kanapét egyébként, tehát tényleg egy kanapén fognak majd ülni, egy vadonatúj kanapén, és ez is egy ilyen beszélgetős talk show lesz, egy interaktív beszélgetés is közben a megjelent vendégekkel. Erre nagyon-nagyon odafigyelt Urci István, de aki már volt a Karafia torsója esten, az már tapasztalhatta, hogy egy nagyon kellemes házigazdával van dolgunk. November 2-án pedig a ház majoros termet telt meg vendégekkel, hiszen Erkárpáti Péter Élet az élet után című filmvetítéssel egybekötött előadásai sokakat megmozgatott. Megjelent ugye egy programfüzetünk is, ezzel is próbáltuk felkelteni az érdeklődést, ez minden háztartásban reményeink szerint eljutott október elején, ahol december 31-ig már ugye vázoltuk a fő programokat, nyilván elközben is még egy-egy kisebb program becsúszott. A december sem telik majd unalmasan. Egy igazi színházi előadást láthatnak majd, pontosabban egy musicalt, az Ankónai Szerelmesek című darabot a Magyarok Dalszínház előadásában. December 27-én pedig Tóth Vera koncertjére invitálnak mindenkit, és bár még kicsit odébb van a szilveszter, de ezen az estén Bál és Gergely Róbert főszereplésével egy színházi előadás várja majd az érdeklődőket. Somlai Adrián elárulta, már a jövő évre is készülnek, a tervek szerint Kulka János is vendége lesz a Tinódi Háznak egy sanzonest erejéig, valamint ők hoznának majd egy előadást a Szálak a kuk fészkére című darabot Péterfi Bori főszereplésével. További híreink következnek. Csoportos, egyéni és külön díj. November 5-én hirdették ki a május 1-én induló és a fél éven át tartó verseny eredményét. A 6 hónapos megmérettetésen 2.374.039 kalóriát égettek el a verseny résztvevői. Ez kézzelfoghatóan például 427 kg csokoládét vagy 909 kg fehér kenyeret jelent. A speciális órák segítségével a megtett távolságot, sebességet és pulzusszámot követhették nyomon. A kezdeményezés célja természetesen az volt, hogy felhívják a figyelmet az egészséges életmód fontosságára, és hogy a hivatali dolgozók mindennapjaiba beépítse a rendszeres testmozgást. A kihívásban, mert valljuk be az volt, a hivatal munkatársainak 75%-a vett részt. Az ötletnek köszönhetően javult az ülőmunkát végzők állóképessége, sőt volt, akinél teljes életmódváltást eredményezett. Az abszolút nyertesnek járó díjat Toblet György vette át az általa teljesített 221.891 kalóriával. Az irodák közötti csoportos versenyen az önkormányzati iroda égette el a legtöbb kalóriát, amivel az elismerés mellett egy iroda összetartó napot is nyertek. Az egyéni versenyen napi kalória átlag szerint első helyezett lett Szabó Lórend polgármester, a második Toblet György, a harmadik pedig Kalocsa József lett. A projekt nem zárult le, az órák továbbra is igénybe vehetőek a hivatal dolgozói és családtagjaik részére. November 6-a a Dombóvári Kulturális Nap. 1927-ben pontosan ezen a napon leplezték le Horvai János alkotását, a Kossuth szoborcsoportot az Országház előtt. A városvezetés így ezt a napot tűzte ki az ünneplésre. Azonban idén ez a nap nem az ünneplésről szólt, hanem a gyászról, hiszen ezen a napon helyezték végső nyugalomra Göncz Árpád volt köztársasági elnököt. De az önkormányzat mégis szeretett volna tenni valamit november 6-án, így a már eddig is gyönyörű szigeterdő most tovább szépült. Az önkormányzat képviselőtestületének köszönhetően a parkba új padok kihelyezésére nyit lehetőség, így most 23 a környezethez illő és a reformkort idéző padok állnak a szigeterdőbe látogatók rendelkezésére. A padok mögött elhelyezkedő előregedett sövényeket is eltávolították. A szobrok talpzatán új feliratokat találhatunk, melyeknek anyaga sütői mészkő, mint amelyből a Kossuth szoborcsoport másolata is készült. Az új feliratok elhelyezéséhez az örökségvédelem engedélye is kellett, mondta városunk polgármestere. Emellett őszi virágba borult a park, és megújult a zöld növényzet is. November 6-án helyezték végső nyugalomra Göncz Árpádot, és ezen a napon Domovár is megemlékezett. A városháza előtt 9 órától 16 óráig tartott megemlékezésre várták mindazokat, akik tisztelték és szerették az elnök urat. Várták azokat, akiket az elnök úr egész életében szolgált, ahogyan 1990-es beiktatási beszédében fogalmazott. Ha szolgálni kívánok valakit, azokat kívánom szolgálni, kiknek szolgáljuk nincsen. A vételeneket, akiknek sem a darutollas úri világban, sem az egyenlő közt egyenlőbbek világában nem jutott jó szó. Dombóvár folyamatos fejlődésen megy keresztül. Több fontos ügyben és számos fejlesztéssel kapcsolatos témában döntött a képviselőtestület legutóbbi ülésén.
Domovárváros önkormányzatának képviselőtestülete az október 26-ai rendesülésén több fontos ügyben is döntött. Számos fejlesztés előtt áll városunk. Már korábban beszámoltunk arról, hogy az önkormányzat az Izra Bétét bízta meg a Kiskondapatak völgyében szükséges élőhely és tájrehabilitációs, fenntartó kezelési munkálatok tervének kidolgozásával. A tervdokumentum tartalmazza a Kiskondapatak völgye természetvédelmi terület jó állapotban tartásához, állapotjavításához szükséges munkálatokat. Domovár elkészítette saját természetvédelmi alaptervét, melyel Magyarországon egyelőre csak városunk rendelkezik. A Kiskondapatak völgyét még 2004-ben nyilvánította az önkormányzat védett természetvédelmi területté. A völgy kezelési munkálatait a domovári roma nemzetiségi önkormányzat közmunkásai végzik majd el. A tervezett munkák között szerepel a területek tisztítása, az özönnövények írtása, a szomszédos intenzív hasznosítású szántó területek felé védőszerepet betöltő növénysáv erősítése, forrásrehabilitáció, a tavakra, vizes élőhelyekre való rálátási lehetőség biztosítása, a gyalog és is kerékpáros túraútvonalak karbantartása, valamint a programban résztvevő közmunkások és vezetőik rendszeres képzése is. Terv készült a szállástétitók környezetrendezéséről is, amely a vízellátás problémáira és a közösségi használat bővítésére helyezi a hangsúlyt. A tervezés 2016-ban már konkrét elemekkel folytatódik. De nem csak a természetvédelmi területekkel kapcsolatban született döntés. A DFC sporttelep és a Farkas Attila úszodánál parkolókat alakítana az önkormányzat, hiszen erre egyre nagyobb igény van már csak azért is, mert sokszor problémát jelent az úszodába vagy a sportterepre érkezők parkolása. A munkálatok nettó 3,4 millió forintot jelentenek majd. Ugyanakkor a Szabadság utcai postahivatal és az Arany János tér közötti járdaszakasz, valamint az ottani orvosi rendelő parkolójának térburkolat javítására is sor kerül, melynek költségvetése meghaladja az 1 millió forintot. Aztán tovább folytatódik a víztorony felújítása is. Jött az ötlet ugyanis, hogy egy street workout eszközt helyeznének el a torony aljába. Az ötlet jó, azonban a mostani műfüves terület nagy népszerűségnek örvend a gyermekek körében, így más helyet keresnek majd erre a célra. Viszont a belső oszlopra tervezett hegymászó kapaszkodók így is megvalósulnak. Domovárváros önkormányzata együttműködési megállapodást kötött Döbrökös község önkormányzatával. A mai tájékoztatónk egy örömteli hírről számol be, mondta Szabó Lóránt polgármester a november 6-ai sajtótájékoztatón. Közfoglalkoztatottak tisztítják meg és teszik járhatóvá a Szarvas Nagypártelep közötti vasúti töltés nyomvonalát. Együttműködési megállapodást írt alá a dombovári és a döbrökközi önkormányzat november 6-án a Városháza újvári termében. De emellett Dombovárváros önkormányzata a MÁV ZRT területi igazgatóságával kötött egy megállapodást, mely Dombovár és Szarvas mezőgazdasági szennyvíztelep közötti forgalomból kivont vasúti töltés kitisztítására vonatkozik. A cél, hogy javítsanak a települések megközelíthetőségén. Talán még emlékeznek rá, hogy megfogalmazódott egy elképzelés arról, hogy a jövőben ezen a szakaszon egy kerékpárútvonal kialakítását tervezik, amely mind a turizmus, mind a helyi gazdaság fejlesztését szolgálnák. Az előzményekről Szabó Lóránt polgármester beszélt. Döbrökös község önkormányzatával együttműködési megállapodást kötünk, és úgy érzem, hogy ez egy nagyobb projektnek az első állomása. Régóta foglalkozunk egy elég jelentős beruházással, ez a Dombovártól Mezőhídvégig és azon keresztül Siófokig húzódó kerékpárút északi irányban. A tervek között szerepel az is, hogy a déli irányban a Mecseken keresztül érintve Sásdot, Magyarhertelendet, Orfűt, Pécset, valamint tovább haladva a Villányi hegység irányába, Villány-Berevend országhatárig húzódjon majd egy kerékpárútvonal. Reményeink szerint ez akár tovább haladhat Horvátországba, akár Eszék városáig, tette hozzá a polgármester. Ez mindegy 200 kilométert jelent, ennek a kerékpár nyomvonalnak mindegy 25%-a szakaszosan már kész is van. Hiszen Siófok és Ádánt között a Sióparton megépült a kerékpárút, ugyanígy megvan Tamási és Pári között, régóta létezik ugye Dombovár-Gunaras, Dombovár között, ennek egy újabb szakasza ugye Kaposzegcső irányában megépült, illetve van egy kis kitérő Csikostöttös irányában. A Siófok-Eszék kerékpárút 200 kilométeres meglévő szakaszából 40 kilométert már letekert május 21-én Szabó Lóránt polgármester és egyik munkatársa. A cél az útvonal feltérképezése volt. De térjünk vissza a jelenbe. A Szarvas-Nagypártelep útszakasza jelenleg útként funkcionál, melyet vadászok, turisták, a DRV ZRT dolgozói használnak.
Ezért is fontos, hogy rendezettebbé és vonzóbbá tegyék ezt a területet. Most első körben mi azt szeretnénk elérni, hogy Szarvasd Nagypáltelep között, amit oly mértékben visszafoglalt a természet, hogy járhatatlan jelen pillanatban, ezt kitakarítsuk. És előszól a megállapodás, melyet november 6-án írt alá Szabó Loránd Dombóvár polgármestere és Farkas Edit Döbrökös polgármestere. Mára köszönöm figyelmüket, friss híradóval legközelebb november 13-án pinteken jelentkezünk, addig is böngészenek a Dombó TV hivatalos videótárában, a közösségi oldalunkon, és figyeljék a friss híreket honlapunkon, a www.dombo-tv.hu-n. Töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra!